Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek! Üdvözlök minden hallgatót és nézőt az EUPOLIS Világjáró Klub online előadásán, amely a mai este az EUPOLISnak az USA Nemzeti Parkokba vezető útjáról fog szólni. És ez az út két részből áll, van egy alapprogram, ami 14 napos, és aki szeretne még többet látni az USA Nemzeti Parkjaiból, annak érdemes részt venni a hosszabbításon, ami plusz 5 nap. Így összesen 19 nap a program, hát utazással együtt, ha minden jól megy, akkor 20 napot vesz igénybe. Most menet közben szokás szerint kommentekben lehet majd kérdezni, de vetítés közben nem fogom látni a kérdéseket, így majd az előadás végén fogok válaszolni rájuk. Nos, engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. A nevem Bodon Pál, és az EUPOLIS utazási irodánál vezetek és szervezek utakat immáron 12 éve. Ezt a programot, az USA Nemzeti Parkok programot eddig 11-szer vittem végig, és ez az egyik kedvenc EUPOLIS utam. Rendkívül változatos és nagyon szép tájakat, nemzeti parkokat látogatunk meg az út során, és szinte mindegyik park vagy látnivaló önmagában is megérne egy külön utat. Ugye ide nem a kulturális látnivalókért utazunk, hanem a gyönyörű és nagyon változatos, sokszínű természeti látnivalókért. A képek, amiket látni fogunk, csak részben tudják visszaadni azt, amit az út során megnézünk. Érdemes személyesen megnézni, és ez itt a reklám helye. Nos, induljunk el. Ezen a térképen láthatjuk az Amerikai Egyesült Államokat, és bal oldalon, itt az egérrel mutatom, ez a zöld vonal, ez mutatja meg azt az útvonalat, amit bejárunk. Az USA, vagy Amerikai Egyesült Államok földünk harmadik legnagyobb területű országa, valamivel nagyobb, mint 9.800.000 négyzetkilométer. Ugye a legnagyobb ország az Oroszország, utána jön Kanada, és USA a harmadik. És negyedik Kína, amelyik hát egy picivel kisebb, mint az USA. Egyébként ez a 9.800.000 négyzetkilométer, ez akkora, mint egész Európa. Lakosainak a száma 340 millió körül van, és folyamatosan növekszik, leginkább a bevándorlásnak köszönhetően. 50 tagállamból áll, amelyekből 7 államban fogunk járni. A hatalmas kiterjedésű az ország, és utunk során nagyon sokat fogunk utazni, összesen a hosszabbítással együtt, tehát 19 nap alatt majdnem 5000 kilométert utazunk autóval. Itt ezen a térképen valamivel részletesebben látni, hogy milyen útvonalat járunk be. Északon, Montanában kezdünk, Bozeman kisvárosba érkezünk repülővel, ahol fölveszük a járműveinket, és aztán onnan délnek indulunk, nem messze onnan található a Yellowstone Nemzeti Park, majd a Yellowstone után következik utunk leghosszabb egybefüggő utazása, amikor is 1000 kilométert utazunk a Zion Nemzeti Parkig. Itt már a Colorado fennsíkon járunk, és sorban jönnek a nemzeti és állami parkok. Az USA-ban vannak nemzeti parkok, amik szövetségi kezelésben állnak, és vannak a tagállamok kezelésében lévő úgynevezett state parkok. Mindkét fajtából fogunk látni az utunk során, valamint indián területeket is meglátogatunk, tehát olyan parkokat, amely a navahó indiánok kezelésében állnak. No, és akkor következik a Yellowstone Nemzeti Park, amely UNESCO világörökség. Ez a világ első nemzeti parkja, a 19. század második felében alapították, a területe majdnem 9000 négyzetkilométer. Területének a 80%-a erdő, a maradék pedig préri, az átlag magassága pedig 2400 méter tengerszint felett. A többek között ennek is köszönhető, hogy az időjárás az nagyon változékony. Hát még május második felében is, amikor utazunk, naplemente után eléggé hűvös az idő, és szélsőséges esetben akár még havas eső is előfordulhat. Hát volt már rá példa, sőt komoly havazás is, ez mondjuk csak egyszer volt, amikor a hó belepte a sátrainkat. Nos, ez a nemzeti park ugye híres a gejzírjeiről, hőforrásairól és egyéb geotermikus
jelenségeiről. Itt található a világon talán legismertebb gejzír, az Old Faithful. Az állatvilága is nagyon gazdag. A nagyvadak közül, amit érdemes megemlíteni, az a grizzly medve, a farkas, a bölények és a jávorszarvas. Hát farkast és jávorszarvast még nem sikerült látnom, már eddig, mint mondtam, a 11-szer jártam itt. A park az úgynevezett Nagy Yellowstone ökorendszer központi része, amely pedig bolygónk utolsó nagy érintetlen ökoszisztémáinak az egyike. És másfél napot fogunk itt eltölteni, és ez idő alatt bejárjuk a leglátványosabb részeket. Ez úgy történik, hogy megyünk az autóval, megállunk, megnézzük a látnivalót, egy, másfél, két óra alatt, attól függ, melyik látnivalóról van szó, és aztán utazunk tovább. Láthatunk magas hegyeket, magas hegyi füves prériket, színes tavakat, gejzírmezőket. Itt is például ezen a képen láthatunk egy gejzírmezőt. És természetesen bölényeket is láthatunk, és mint ezen a képen látjuk, ugye simán mászkálnak az úton, vagy békésen legelésznek az út mellett. Láthatunk itt kis bölényeket is, ugye tavasszal vagyunk, ilyenkor történik, tehát a párzás után ilyenkor jönnek világra a kis bölények, akik nyáron aztán megerősödnek, megnövekednek ahhoz, hogy kibírják a kemény telet. Na kérem, ennek a képnek ugye egy külön története van. Ugye az történt, hogy ez a bölény békésen senkit sem zavarva legelészett az út mellett. Hát én meg gondoltam, hogy csinálok vele egy szelfit, és egyre közelebb mentem hozzá. Ugye biztattak is a többiek, hogy nyugi, nem is törődik veled, menjél közelebb. Hát ez nagy butaság volt. És a bölény egyszer csak megfordult, rám nézett, megindult, én meg futottam, mint a préri farkas a rajzfilmben, és aztán egy éles jobbkanyarral sikerült kitérnem előle. De hát szerintem, ha akarja, akkor el tudott volna kapni, de megelégedett azzal, hogy elijesztett. Hát, mint mondtam, eléggé nagy hülyeség volt, ugyanis alapszabály, hogy a vadon élő növényevő állatokhoz nem szabad 50 méternél közelebb menni, a ragadozókhoz pedig 100 méternél közelebb nem szabad menni. A lényeg, hogy tanultam belőle, és lehetett látni, hogy miért nem szabad közelebb menni ezekhez az állatokhoz. Na és ismét bölények, látjuk, hogy itt a melegszenek. Igen, ismét egy anyabölény a kicsinyével, majd pedig láthatunk érdekes ilyen formációkat, ahogy a vízből kicsapódó ásványi anyagok ilyen érdekes formákat hoznak létre, engem speciál az egy elefántra emlékeztet. Aztán ez itt következik, ez a úgynevezett Mammoth Hot Springs, ahol a vízből kicsapódó ásványi anyagok, így a teraszos felületen lefolyva, ilyen szép lépcsőzetes formákat hoznak létre. Ez olyasmi, mint nálunk Egerszalók, vagy Pamukkale Törökországban. És igen, itt is láthatjuk. Jóval nagyobb, mint Egerszalók, de nem olyan nagy, mint Pamukkale. És megint csak ilyen nagyon érdekes, szép színes tavak. Ugye ezek a helyeket minden pallókon lehet körbejárni, amelyekről nem szabad lemenni, ugyanis beszakadhat a vékony talaj, és hát mivel igen meleg van, hát van komoly balesetveszély, hogyha letérünk a pallókról. Na és mint említettem, Yellowstone-ban nem csak bölények vannak, de medvék is, amire hát ilyen táblákkal figyelmeztetnek. Ugye nem szabad ezt a táblát eltávolítani, és vigyázni kell, mert ezen a környéken, ahol ez a tábla van, itt előfordulhatnak medvék, és nem garantálják a biztonságot, hogyha ezen a területen túrázunk, vagy kempingezünk. Egyébként a kempingezéssel kapcsolatban, ugye a nemzeti parkokban, hogyha valaki a kijelölt túraösvényeken, nem azokon a helyeken mozog, ahol a fő látnivalók vannak, hanem így bemegy a vadonba, és ott szeretne túrázni, ez az úgynevezett backcountry, akkor arra külön engedélyt kell kérnie a parkőröktől, akik aztán elbírálják ezt az engedélyt ugye az útvonalnak a függvényébe, és aztán kiadják, és így csak így lehet
bizonyos területein a nemzeti parkoknak túrázni, illetve kempingezni. Ugye vannak olyan helyek, amelyeket lezárnak a turisták elől, mert veszélyes, vagy egyéb okokból, valamint, hogyha a turista nem jelentkezik be, nem jelenik meg, amikor kellene, akkor a keresésére indulnak, hogy mi történt, megette a medve, vagy kitörte a lábát, vagy ilyesmi. Nos, ugye a területen körülbelül 600 grizzly medve él, ezeknek a nagy része a Nemzeti Park területén, és hát náluk jóval több fekete medve is található itt. Ugye nagyon kevés, tehát amit mondtam, annak ellenére nagyon kevés az esély arra, hogy medvével találkozunk, nekem eddig négyszer sikerült medvét látnom, és hát ezt a nem túl jó képet, meg a következőt, ezt az első alkalommal, első látogatásomkor sikerült elkészíteni. Ugye itt láthatjuk, ahogy a két medve átfut az úton, és Isten bizony, ez ugye a sofőrülésről készült ez a kép, a két medve először körülnézett, majd amikor biztonságosnak ítélte, akkor átsprinteltek az úton, és utána békésen ballagtak tovább. Na, itt pedig a Yellowstone folyónak a völgyét láthatjuk, ez az egyik legszebb folyóvölgy, amit életemben láttam. Ott egy nagy vízesés az egyik végében, ez pedig a másik vége, itt még egy szivárványt is sikerült elkapni. Itt mászkálunk egy kicsit a kanyonnak az északi peremén, valamint a nagy vízeséshez is lemegyünk a nagy vízesés tetejéhez. Na és megint csak szép tavacskák. És ez pedig a leghíresebb ilyen tó, ez a úgynevezett Grand Prismatic. Itt mindig hemzsegnek a turisták. Hát amikor itt vagyunk mellette, akkor nem sokat látni belőle, mert ugye folyamatosan gőzölök, párolog, ezt itt sikerült elkapni, így egy normális fotót csinálni, de van egy jó kilátópont nem messze, ahova fölmegyünk, és akkor így felülről is lehet csinálni egy ilyen jó képet, szerintem nagyon jól néz ki, és akkor látjuk ott lent, ahogy a pallókon mászkálnak a turisták. És ez egy laza túra, ilyen minimális szintkülönbséggel nagyon jól kiépített ösvényen. És természetesen a világ leghíresebb gejzírjét, az öreg hűségest is megnézzük, aminek a kitörését itt láthatjuk a képen. Ez meglehetős pontossággal tör ki, az úgy emlékszem másfél óránként, és a látogatóközpont mögött van, és a látogatóközpontban mindig kiírják, hogy mikor várható a következő kitörés, és meglehetős pontossággal, 10-15 perc eltéréssel ki is szokott törni. Egyszer látunk egy bölényt is, ahogy itt mászkált a gejzír környékén. Na és itt láthatjuk megint csak a fapallókat, ez az öreg hűséges mögött lévő gejzírmező, ahogy itt lehet mászkálni, és akkor megnézni ezeket az érdekes geotermikus jelenségeket. És utána pedig, mint mondtam, akkor útra kelünk. Ja, de még jut eszembe, még rögtön egy pár szót a szállásokról, ugye már fölmerült, az már említettem, hogy kemping. Ugye ennek az útnak a során összesen csak 3 éjszakát töltünk el motelekben vagy szállodákban, 2 ágyas fürdőszobás szobákban, ugye érkezéskor Bozemanben, hogy ne kelljen a hosszú repüléstől fáradtan rögtön sátrazni, majd Las Vegasban az alapprogram végén, illetve San Franciscóban a teljes programnak a legvégén. A többi éjszakát kempingekben, sátrakban töltjük, a sátrak azok a mieink, mi hozzuk magunkkal, és minden egyéb felszerelést is mi hozunk magunkkal. Ugye ilyen 20, hát inkább 25 kiló, amit föl lehet adni a repülőn alapból, ebbe beleférni nem egyszerű, pláne mert 4 évszakra kell a ruha, továbbiakban látni fogjátok, hogy lesz hideg, már említettem, hogy akár még havas eső is előfordulhat, meg nagy meleg is van, de megoldható ebbe beleférni, nem kell 19 napra ruhát hozni, vannak önkiszolgáló mosodák a kempingekben, amiket igénybe lehet venni természetesen, és így, tehát bele lehet férni ebbe a súlyba. A kempingjeink azok vagy a nemzeti parkok mellett találhatók közvetlenül, vagy a parkoknak a területén. És Yellowstone kivételével mindegyikben van zuhany, meg normális WC, meg mosoda, kisbolt,
Yellowstone-ban csak mosdó és WC áll rendelkezésünkre a Nemzeti Park területén lévő kempingben, de aki szeretne zuhanyozni, azt be tudom vinni abba egy kisvárosba, ott a park mellett, és ott erre van lehetőség, ilyen pénzbedobós zuhany. No, és itt tovább, ahogy megyünk az úton, déli irányban. Na igen, itt ez a kép. Ugye Yellowstone-ban, mint említettem, ott a park területén vagyunk, mert ott újítják fel a kempingeket a West Yellowstone kisvárosában, és hát mivel előfordulhat, hogy bölények vagy medvék mászkálnak a kemping területén, de mindenféle egyéb vadállat is bejöhet a területre, ezért ilyen medvebiztos fémszekrényekben kell elhelyezni mindent, ami vonzhatja a medvéket, vagyis minden, ami szagos. Tehát élelmiszer elsősorban, tisztálkodó eszközök, szappan, fogkrém, és így tovább. Yosemite-ben ugyanez a helyzet, annyi a különbség, hogy Yellowstone-ban az autóban is lehet élelmiszert hagyni, még Yosemite-ben ott tilos. Egy ranger nekem azt magyarázta, hogy a grizzly medve, itt ugye Yellowstone-ban van, grizzly Yosemite-ben nincs, szóval, hogy a grizzly medve nem tudja kinyitni az autót, a fekete medve pedig fél a grizzlytől. Ez persze hülyeség, mert bármilyen medvének sem eddig sem tart felnyitni egy autót. Na mindegy. Nem jellemző, hogy egy medve bejöjjön a kemping területére, mivel megtanulták, hogy ez csak problémákkal jár, ugye lelövik, befogják, meg egyéb gondok, és hát a bevezetett szabályok miatt nehéz élelemhez jutni, ezért aztán inkább elkerülik a kempingeket, ugye itt még a kukák is fémből vannak. Bölények azok viszont mászkálnak, tehát egyszer éjszaka arra ébredtünk, hogy egy böléncsorda vonult át a sátrak között. Hát előfordul, közel vagyunk a természethez. No, és akkor, ugye, mint említettem, 1000 kilométert utazunk. A sátrazás egyébként nem olyan veszélyes, van, akit visszariaszt, de hát ez nagyon jó lehetőséget arra, hogy minél közelebb legyünk a látnivalókhoz, meg kalandnak is tök jó. Volt olyan utas, nem is egy, akinek ez volt élete első sátrazása, de nagyon jó pozitív élmény volt a számukra. De hát persze, ha valaki semmiképp sem szeretne sátrazni, van lehetőség mondjuk így épített szálláson megszállni, normális fürdőszobás szobákban, és akkor én hozom, viszem az autóval az illetőt. De nagyon népszerű helyeket látogatunk meg, és hát az árak azok nem magyarországiak, hanem eléggé magasak. No, és akkor, mint mondtam, tehát 1000 kilométert utazunk a Zion Nemzeti Parkig. Ezt a távot egyébként 11 óra alatt tesszük meg, ugye reggel 6-kor szoktunk indulni, ami azt jelenti, hogy 6-kor bennülünk az autóba csomagokkal és elindulunk. Tehát eléggé macerás hajnalban fölkelni, sötétben sátrat bontani, összepakolni, de ez van, ha a rendelkezésünkre álló 19 nap alatt minél több látnivalót szeretnénk megnézni. És akkor 11 óra alatt van egy hosszabb egyórás megálló, meg néhány rövidebb tankolási szünet. No, és akkor, mint említettem, jön a Zion Canyon, amit a Virgin folyó vált ki. Itt már Utah állam területén járunk, ez a mormonoknak az állama. És ugye itt a kanyon aljában megyünk végig, és itt több túra lehetőség is a rendelkezésünkre áll. A leghíresebb ugye az Angel's Landing nevezetű kilátópont, ahova először itt a képen látható szerpentinen haladunk fölfele, itt látjátok a szerpentint, meg az emberkéket, ahogy ott baktatnak fölfele, utána pedig következik egy izgalmasabb rész, amikor itt látjátok, hogy egy viszonylag keskeny gerincen megyünk föl, itt a kép alján látjátok az embereket, itt az egérrel mutatom, és akkor így megyünk szépen fölfele ezen a gerincen. És jobbra pedig itt látjuk ezt a völgyet, ez a Zion Parknak ez a központi völgye. No, és hát ez a gerinc, ez jó keskeny, de nem olyan veszélyes, tehát látjátok, és vannak ilyen láncos szakaszok, amelyek lehet kapaszkodni, amit fokozza a biztonságérzetet, és akkor szépen oda fölmegyünk, itt is láthatjuk egy kicsit más szemszögből, hogy egy tök jó pozíciója van ott fönt annak a kilátópontnak, és aztán felülről pedig egy ilyen kilátás vár minket az egyik irányba, meg a másik irányba. Itt lent láthatunk embereket, és
Ugye az Angel's Landing-gel általában egy délelőtt végezni szoktunk, és utána pedig még van más túra lehetőségek is a nap hátravelő részében. Jó, igen, sajnos volt már olyan, hogy az időjárás keresztül húzta a számításunkat, mert az eső következtében volt földcsuszamlás, ami lezárta például az angyalok leszállóhelyéhez, az Angel's Landinghez vezető utat. De ha minden rendben, akkor ugye megcsináljuk az Angel's Landing-et, utána az egyik lehetőség, hogy elmegyünk a kanyonnak a legvégébe, ahol már a képen látható módon, tehát a végének a legvégén, már vízben kell gázolni, egészen addig, ahol már annyira összeszűkül a kanyon, hogy akár egyszerre megérinthetjük mindkét falát. Hát általában a vízbe már nem szoktunk bemenni, hanem elmegyünk addig, ahol már csak a folyóban lehet folytatni az utat, és onnan vissza szoktunk fordulni. A másik lehetőség az pedig az Angyalok leszállóhelyénél egy nehezebb és hosszabb túra, de talán még annál is látványosabb. Itt ilyen látványos hasadékokban haladunk, igen, itt, mint ezen a képen láthatjátok, és utána, igen, itt is, ahogy víz ilyen tök jó színes hasadékokat hozott létre, és a végén még magasabbra jutunk, mint az Angel's Landing-en. Itt az egérrel mutatom, hogy itt van az angyalok leszállóhelye, ami a délelőtti túránk. Ugye innen is látható, hogy azért jóval magasabban vagyunk. Tehát ez egy nehezebb és hosszabb túra. No, és ugye itt két éjszakát töltünk el, ugye, hogy megérkezünk. Itt már egyébként jó meleg van, éjszaka is meleg van, nincs olyan hideg, mint fönt Yellowstone-ban. És akkor miután kitúráztuk magunkat, a következő nap pedig irány a Bryce Canyon, egy rövid autózással érjük el, és mint a képen is láthatjátok, rendkívül látványos. Ez tulajdonképpen nem egy kanyon, hanem egy hatalmas kiterjedésű leszakadás, amelynek a mélyében az erózió az ilyen nagyon érdekes formájú, ilyen sziklatűket alakított ki. Ugye még ebéd előtt megérkezünk, majd felverjük a sátrainkat, és rögtön kimegyünk, hogy megnézzük ezt a természeti csodát. Természetesen lemegyünk a sziklatűk közé, ahol több túraútvonal közül választhatunk. Mindenki kedve és erőnléte szerint választhat. Itt azt szoktuk csinálni, hogy én két találkozó időpontot beszélek meg az utasokkal. Ugye, aki szeretne egy rövidebbet túrázni, azt visszaviszem korábban a kempingbe, hogy ott tudjon pihengetni, vagy a környéken mászkálni. Van kisbolt, svédasztalos étterem, szuvenírek, és így tovább, aztán visszamegyek azokért, akik hosszabbat túráznak. Ha mindenki hosszabbat túrázik, akkor hosszabbat túrázunk. Egyébként a kanyon egy mormon telepesről kapta a nevét, aki szerint ez egy pokoli hely, ha eltéved a tehened. Hát gondolom a telepest kevés izgatta a hely szépsége, amikor a teheneit kereste. Ugye ezt mi is átérezhetjük, amikor a sziklaoszlopok között járkálunk. Aztán megnézzük a naplementét, mint itt a képen láthatjuk, és aztán a következő nap hajnalban, igen, itt is képek, igen, és akkor a következő nap pedig hajnalban pedig megnézzük a napfelkeltét, aki szeretne, ugye nagyon korán kell menni, és nagyon szép a napfelkelte, de ugyanakkor nagyon hideg élmény, ugyanis a Bryce Canyon olyan 2400-2600 méterrel van tengerszint felett. Napközben 20-25 fok is lehet, éjszaka plusz 5, az úgy normális, de volt már olyan, hogy hajnalban a bederesedett a sátor, úgy kellett leverni róla. Ó, ez itt Tor kalapácsa, ez a sziklaformáció. És igen, megint csak egy napfelkeltés kép, vagy naplementés. Igen. Szerintem nagyon szép, érdekes vidék ez. Ezt látjuk, nagyon jó kiépített túraösvények vannak. Összvérrel is le lehet menni, de ők külön útvonalon mozognak, tehát nem zavarjuk egymást, a gyalogosok és az összvérek. És itt pedig egy ilyen panoráma kép. Itt a bal oldalon, itt láthatjuk a kanyonnak a szélét. Itt is van, szinte végig van egy jól kiépített túraútvonal, ott lehet mászkálni, és aztán le is lehet menni, ugye, mint mondtam, a sziklatűk közé. Na, és a következő nap
pedig délelőtt autózunk, egész délelőtti autózás vár ránk, és akkor ilyen igazi Isten háta mögötti vidékeken járunk, de gyönyörű látnivalók, és útközben megállunk többek között a Goblinok völgyében, amit itt a képen láthattok, ugye itt ilyen érdekes sziklaformációkat nézhetünk meg, mint igen, itt is láthatjátok. Ugye itt egy rövid 1 órás megállót tartunk, és akkor ebédidőre megérkezünk Moab városába, ahonnan ugye elfoglaljuk a szállást, és rögtön délután teszünk egy rövid kirándulást. Az első megállónk az az úgynevezett Halott Ló State Park, ez ugye nem nemzeti park, hanem állami kezelésben lévő park. Innen, itt a kilátóponttól, a Dead Horse kilátóponttól láthatjuk ott lent a Colorado folyót, ahogy ott kanyarog a mélyben, és így az évmilliók alatt különböző mélységű völgyeket vájt ki. Igen, itt egy még jobb kép itt fentről. Aztán pedig a következő megállónk, ez még mindig a Dead Horse. És a következő pedig a Canyonlands Nemzeti Park, ahol van az Island in the Sky, vagyis sziget a felhőkben, illetve az égben nevű terület, és itt teszünk egy rövid, könnyű, szintkülönbség nélküli túrát, amely majdnem egészen naplementéig tart. Ugye itt láthatjátok így ennek a leszakadásnak a szélén, illetve közepén járunk, és közben ilyen látvány tárul a szemünk elé, mint ezeken a képeken itt. Ki lehet menni így a szikla szélére, akinek nincs tériszonya. És a következő nap pedig jön az Arches Nemzeti Park, itt a közvetlen szomszédságban, ez egy 310 négyzetkilométeres, tehát nem nagy park, ilyen sivatagos, félsivatagos területen, és amely leginkább sziklahídjairól híres, amelyekből több száz található a területen. Itt először teszünk egy ilyen rövid, másfél kilométeres sétát a különböző szikla alakzatok között, majd ez, amit itt láthatunk a képen, jön az Ördög kertje nevezetű túra. Itt ugye leparkolunk az autókkal, és akkor így bemegyünk a sziklák közé. Itt időhöz kötjük magunkat, tehát van rá 3 vagy 4 óránk, most nem emlékszem, hogy itt mászkáljunk a sziklák között, és ki meddig megy, tehát megint csak itt mindenki erőnléte, illetve kedve szerint kiválaszthatja, hogy milyen hosszúságot fog túrázni. Itt láthatjuk az útvonalat, hogy följövünk itt az egérrel, mutatom itt ezen a sziklán, ide szépen ugye fölbaktatunk, és aztán megyünk tovább be az Ördög kertjébe. És akkor ilyen tök szép látvány. Ez itt a világ talán leghosszabb sziklahídja, amit itt láthatunk. És aztán következik délután folyamán, ez Utah államnak a szimbóluma, a Delicate Arch, ami nem egy hosszú túra, igaz, hogy itt már egy kicsit nagyobb szintkülönbséget kell leküzdeni, nem nagy, egy 150-200 méter. Hát itt a nehézséget inkább a nagy meleg okozza, tehát itt általában iszonyat meleg van, ilyen 35 fok körül. Volt is utas, aki nem bírta, és meg kellett állni egy árnyékos helyen, és ott bevárt minket, amíg visszatértünk. Meg itt más szemszögből, ez Delicate Arch. Egyébként volt egy sziklamászó, aki ezt megmászta, aztán jól meg is büntették, de reklámnak biztos jó volt. És persze más látványos sziklaformációkat is megnézünk itt a parknak a területén. Ez az úgynevezett balanced rock, vagyis egyensúlyozó szikla, gondolom nem kell mondanom miért. Ez a windows rock, vagyis a ablaksziklák. Ez ugyanaz, csak másik. És igen, ugye hát tudjuk, hogy az USA az a fegyverek országa, és hát ezen a képen egy túra és vadászbolt fegyver kínálatából láthatunk egy keveset. Érdemes megfigyelni itt balra lent, itt mutatom ezt a rózsaszín maroklő fegyvert, valamint hát itt a jobb alsó sarakban nem tudom mi ez, de valami nagyon nagy, tehát valami gépágyú, és itt pedig láthatunk ilyen
automata fegyvereket, és az a durva, hogy megkérdeztem, hogyha valaki betöltötte a 21. életévét, és nincs Priusza, akkor megveheti. Jó, mondjuk a gépfegyvereket nem tudom, mert ezt nem pontosítottam, de a pisztolyokból biztos lehet venni. Oké, hogy az USA a fegyverek ország, ez eléggé durva látvány, hogy egy sima túra és vadászboltba ilyen dolgokat lehet venni. No, és akkor megyünk tovább ma a városából déli irányba. Célunk a western filmek ikonikus helyszíne a Monument Valley, de útközben megállunk még egy-két helyen, mint például itt a Mexican Hat nevű sziklaformáció, ugye ott fönt látjátok, egy ilyen kalapot formáz. És ha már itt vagyunk, itt látjátok ezt a kis buszt, ami mellett állok. Még amikor elkezdtük az USA túrákat, akkor ilyen Ford E350-eseket béreltünk, most már ilyenek nincsenek, most már Ford Transit kisbuszok vannak, azok normális, modern buszok, ez az E350-es, az nem túl jó. A Ford Transitok, ilyen amerikai Ford Transitok, azok már oké, azok a kisbuszok. Egy kisbuszban pedig 9-en vagyunk sofőrrel együtt, és minden esetben a túravezető vagy túravezetők vezetik a járművet vagy járműveket. Olyan is van, hogy 7 személyes autót bérelünk, amiben 6-an foglalunk helyet sofőrrel együtt. Tehát egy szabad hely marad, hogy azért egy picit komfortosabb legyen az utazás. No, tehát ez is egy igazán kis csoportos utazás. Itt pedig láthatjuk, szintén a Monument Valley előtt megállunk, ez az úgynevezett Goose Neck, vagyis libanyak nevű látnivaló. Gondolom érthető, hogy miért kapta ezt a nevet. És aztán már következik a Monument Valley, de előtte, ugye itt ezen az útszakaszon, mint ez a kép is mutatja, nagyon látványos és emlékezetes fotókat lehet készíteni, amit minden alkalommal ki is használunk, és nem csak mi, hanem más turisták. Ott a sziklákon túl van a western filmeknek az ismert, western filmekből jól ismert látnivalók. Most a Monument Valley-be úgy időzítjük a látogatásunkat, hogy megérkezünk a kempingbe, lesátrazunk, és hogy amikor lemegyünk megnézni ezeket a sziklaformációkat, úgy fejezzük be, hogy pont visszaérjünk a naplemente néző pontra. Itt több, ugye ilyen több száz méteres tanúhegyek vannak, és akkor egy ilyen földúton lehet körbe menni, ami nincs leaszfaltozva, tehát ilyen zögykölődünk a porban, gondolom azért nem csinálják meg, hogy a turisták igénybe vegyék a természetesen külön fizetségért a ilyen dzsippeket, amivel a helyi indiánok levisznek és körbevisznek. De mi végig zögykölődünk az autónkkal a földúton, megállunk a legérdekesebb helyeken, és még egy, tehát itt van lehetőség lovagolni is, mint ahogy a képen láthatjuk, ha valaki szeretné még jobban átérezni a western filmek hangulatát, akkor különböző időtartamra ki lehet lovagolni egy helyi indián kísérővel. Aztán hát itt a képen látjuk, hogy ha valaki nem szeretne lovagolni, de mégis lóháton szeretne egy emlékezetes fotót, akkor arra is van lehetőség. Ez itt az úgynevezett John Ford pont. Gondolom itt álltak a kamerák, és akkor ott lent ment a postakocsi, amit rohamoztak az indiánok. Ugye említettem, hogy indiánok, tehát ez a terület, a Monument Valley, ez már a Navajo indiánok területe. Ők kezelik ezt a területet, nekik fizetjük a belépőt, ők szervezik a turisták ellátását, elszállásolását, szórakoztatását, és így tovább. Ugye ez nekik bevételi forrás, ugye nagyon szegény területen kaptak rezervátumot, nem nagyon van bevételi lehetőség, ugye kapnak az államtól pénzt, akkor vannak ezek a turista látványosságok, valamint a rezervátumok területén lehet kaszinót nyitni, ami szintén nem rossz bevételi lehetőség. Ugye hát indiánnak születni nem túl szerencsés, olyan hát elég nagy hátránnyal indulnak az életben, amit kb. Ahhoz lehet hasonlítani, mint nálunk a cigányok.
Egyébként az USA lakosságának mindössze 1%-a őslakos, vagyis indián, vagy eszkimó, vagy havai, és így tovább. A lakosságnak a 80%-a európai származású, 13% afroamerikai, és majdnem 5% ázsiai származású. És mint említettem, ugye visszatérünk így a naplemente előtt valamivel, a látogatóközponthoz, ahol ki van építve egy ilyen naplemente nézőpont, és akkor ez a látvány tárul a szemünk elé, vagy ez a látvány, vagy ez. Ugye pont jó, mert a hátunk mögött megy le a nap, és akkor így átsüt fölöttünk, és megvilágítja ezt a három legismertebb tanúhegyet. Ugye itt látjuk, itt már a turisták ugye bekészültek állványokkal, fényképezőgépekkel, és így tovább. No, itt egyébként még kipróbálhatjuk a Navahó lángost, ott lent a kanyonban, ami egyébként tök ugyanolyan, de nekem olyan volt, mint a magyar lángos. Ja, de jut eszembe így az étkezésről. Ugye hát az út során nem csak nomád módon szállunk meg sátrakban, hanem az étkezés is. Egy nap kivételével minden nap meg fogunk állni nagyobb boltokban bevásárolni, tehát nem kell föltankolni több napra előre. Ezek a boltok általában ilyen Walmart bevásárlóközpontok, ahol amerikai viszonylatban alacsonyak az árak, és eléggé jó a választék. Persze jófajta magyar téli szalámi, vagy jófajta sajtokra ne számítsunk, pláne ne jófajta pálinkára, aztán meg pláne ne számítsunk. És mindig, amikor megállunk bevásárolni, akkor mondani fogom, hogy mennyi időre kell bevásárolni, tehát hogy hány ebéd, hány reggeli, és így tovább. De természetesen az út során lesz lehetőségünk civilizált körülmények között étteremben is enni, például Yellowstone-ban be fogunk menni a közeli kisvárosba, ahol több étterem közül választhatunk. Ugyanez Zionban is lehetőségünk áll, meg az egyéb szálláshelyeknek a közelében is. Tehát szálláshelyek többségének esetében azért lesznek éttermek, és lesz lehetőség némileg feldobni az utazós nomád menüt. Tehát utazás közben pedig marad az ilyen nomád zacskóból történő étkezés. No, és egy éjszakát töltünk el Monument Valley mellett, ahol a kempingünkből naplemente után ugye ezt a gyönyörű csillagos eget láthatjuk. És következik Page városa. Page városa a Powell-tó mellett található, a tavat a Colorado folyó felduzzasztásával hozták létre, amihez építettek egy gátat a folyón. Egyébként meg lehet látogatni ezt a gátat, le lehet menni a turbinákhoz, tök izgalmas. De minket nem a város érdekel, hanem elsősorban a város mellett található Antilop kanyon. Ugye két részből áll, van a felső, meg van az alsó Antilop kanyon. Az alsó Antilop kanyont gyalog közelítjük meg, a felsőhöz pedig ilyen gépekkel megyünk el. Ez a terület is indián terület, és ezt ők kezelik, vannak helyi vezetők, aki ugye az ilyen jeepet vezeti, és aztán végig vezet a kanyonon. És ilyen, ezt láthatjuk. Ez a világ legtöbbet fotózott kanyonja, és hát a következő képek némi elképzelést adhatnak arról, hogy miért. Ez speciál az alsó Antilop kanyonban készült. Itt a helyi indián vezetőnk, kicsit meditál, furuljázik, és aztán ilyen tök jó sziklaformációkat. Ez az úgynevezett Navahó homokkő, a sima homokkőtől valamiben különbözik, nem menjünk most ebbe bele, és ezt is víz hozta létre, ahogy így belevájta magát a sziklába. De erről jut eszembe, vannak az úgynevezett futóáramlások. Előfordulhat olyan, hogy fölöttünk süt a nap, nem látunk sehol egy esőfelhőt, de sok kilométerrel arrébb esik, sőt zuhog az eső, és a leesett víz ezen a sivatagos területen, így utat keresve magának, így folyik le, és így az egyre, tehát a szűk kanyonokban gyűlik össze, és azokon zúdul végig.
És hát ezek a futóáramlások utakat is elmoshatnak, valamint hát, hogyha egy ilyen kanyonba begyorsul a víztömeg, és embereket kap el, akkor halálos veszélyt is jelenthet. A 90-es években volt is rá példa, hogy egy ilyen kanyonban néhány turistát megölt egy ilyen futóáramlás, úgyhogy igencsak odafigyelnek a meteorológiai jelentésekre itt a környéken. És akkor megnézzük az Antilop kanyont, utána, na igen, itt ez tök jó ez a kép. Ez egyébként mobillal csináltam, tehát nem is kellett hozzá különösebb felszerelés. Egyébként állványal, hogyha valaki állványal akar fotózni a kanyonban, egyrészt idősen nagyon van rá, mert folyamatosan a vezetőink azok így, hát mondjuk így hajtanak minket, másrészt azért külön kell fizetni az állványt, tehát hogyha állványt akarunk használni. Igen, megint csak egy ilyen kép, és igen, itt a kempingünk az nem messze van a tótól, lehet fürdeni egyet. Igen, itt látjuk az alsó Antilop kanyonban, ott ilyen létrákon is végig kell menni. Ott fölfele haladunk folyamatosan létrákon, míg a felső Antilop kanyonban egy szintbe megyünk. És ez pedig a kempingünk, ahogy kinéz. Egyébként az indiánok, amikor ott vannak, segítenek, megmutatják a jó fotópontokat, honnan érdemes, mit érdemes fotózni, még a fényképezőgép vagy a telefon beállításaiban is segítkeznek, és természetesen elfogadják a borravalót, de nem erőszakosak, tehát eléggé korrektek. No, és a következő nap, ugye reggel indulunk, és indulás után a város határában megállunk egy másik világhíres fotótémánál, ez pedig a patkókanyar, ahol is a Colorado folyó tényleg, mint látjátok, egy ilyen patkó alakú kanyart ír le. Több száz méter magasból gyönyörködhetünk ebben a látványban, mint itt a képen is láthatjuk. És itt egy oldalirányból egy kép, ugye látjuk, hogy több száz méter van alattunk, így aztán óvatosan a szikla szélén. Annyi, hogy tavaly előtt már ide építettek egy korlátot, azt gondolom néhány turista leesett, és akkor oda tették. És aztán, mint megnézzük ugye ezt a patkókanyart, azért jövünk ide délelőtt, mert akkor hátunk mögül süt a nap, és pont megvilágítja. De ha visszamegyünk, akkor így, hogy így néz ki. És a következő célunk az pedig már a Grand Canyon, amihez elhagyjuk a Utah államot, és megérkezünk Arizonába. És ugye jön a Grand Canyon, ami útunknak talán a leghíresebb és legismertebb látnivalója, szintén UNESCO világörökség listán szerepel. Puff, itt van. Ugye ezt is a Colorado folyó válta be a Colorado fennségben több millió év alatt. A hossza ennek a kanyonnak 446 km, a szélessége 6 és 30 km között van, a mélysége pedig 1200 és 1800 méter közötti. Szóval tényleg nagyon nagy, bár ugye például Peruban van a Colca kanyon, amiről azt mondják, hogy az nagyobb, tehát hogy hosszabb is, meg mélyebb is, akkor Tibetben is vannak elképesztően nagy kanyonok, tehát jó eséllyel nem ez a legnagyobb a világon, mondjuk így, de mindenképp az elsők között van, és hát látjuk, hogy nagyon látványos. Célunk a déli perem, ugye ezt sokkal könnyebb megközelíteni, mint az északit, és a legtöbb turista is ezt az oldalt látogatja, itt van a parknak a központja, számos kisebb szálloda, étterem, bevásárlóközpont. Egyébként szálloda itt a Grand Canyon Village-ben, tehát a kanyonnak a szélén, tehát az a szállást találni az szinte lehetetlen, mármint szállodában. Tehát nekem volt egyszer, hogy érdekességképpen szeptemberben rákerestem a következő év június elejére, és nem találtam szabad helyet egyszerűen. Viszont a kanyon bejárat, mert a Nemzeti Park bejáratától pár kilométerre van egy kis város, ott is van egy rakás szálloda, ott azért lehet találni persze jó borsos áron. No, a déli peremen egyébként ki van építve végig a kanyon szélén egy olyan majdnem 40 km hosszú túraútvonal, ahol lehet sétálni, és autóút is vezet. És amint megérkezünk, fölverjük a sátrainkat, és rögtön megyünk megnézni a naplementét.
És aztán a következő nap pedig, hát több, igen, ez itt a naplemente. Nos, tehát aztán ugye itt is két éjszakát vagyunk, és akkor a következő nap több lehetőség közül választhatunk. Az egyik, a legkönnyebb, ugye, hogyha maradunk a kanyon szélén, és ott mászkálunk ugye ezen a jól kiépített túraösvényen, kilátóponttól kilátópontig, bemegyünk boltba, látogatóközpontba, ahol tök jó filmeket is mutatnak a kanyon kialakulásáról, és így tovább. Még annyi, hogy a park területén vannak ingyenes buszjáratok, tehát ami benne van a belépőnek az árába, és akkor lehet egyik ponttól a másikig menni. A látogatóközpontban adnak ilyen információs újságot, amiben benne vannak a térképen a buszoknak az útvonala, és így tovább. És ez nem csak a Grand Canyon Nemzeti Parkban, hanem más nemzeti parkokban is vannak ilyen ingyenes buszjáratok. A Zionban például, ahol igénybe fogjuk ezt venni, akkor a Bryce Canyonban is van, meg másokban, meg Yosemite-ben, és így tovább. No, egyébként a camping itt, ahol megszállunk, az a Nemzeti Park területén magától a kanyontól kb. 1 kilométerre van. A másik lehetőség, hogy letúrázunk a kanyon mélyébe. Itt is több opció áll a rendelkezésünkre. Az egyik az, hogy lemegyünk a kanyon legaljába, és visszajövünk ugyanazon az útvonalon. Vagy lemegyünk a kanyon aljába egy másik úton, és aztán följövünk egy másik úton. Tehát a felmenet mindkét esetben az úgynevezett Bright Angel ösvényen történik, azért, mert itt három helyen is van vízvételi pont, ami ugye a nagy melegben nagyon fontos. Ugye itt akár 30-35 fok is lehet, meg por is van, tehát szükség van sok vízre. Én egy ilyen Grand Canyon ereszkedésnél 5 liter vizet fogyasztok el. Egy ilyen túra viszonylag nehéz, tehát íróasztal mellől felállva senkinek sem javaslom. Aztán természetesen arra is van lehetőség, hogy egy darabig lemenni a kanyon aljába, aztán visszajönni. Ezt nagyon sok turista csinálja, hogy akár ilyen flip-flop papucsban lemennek egy darabig, aztán visszafordulnak. Aztán van lehetőség, hogy a Bright Angel ösvényen lemegyünk a harmadik vízvételi pontig, és onnan szintben kimegyünk az úgynevezett plató ponthoz, ahol 400 méterrel vagyunk a Colorado folyó fölött, és gyönyörű kilátást árul a szemünk elé. Egyébként itt ezen a képen láthatjuk, itt ahogy az egérrel mutatom az ösvény, ami vezet lefele, és aztán ez ide lejön, és így végig, itt ebben a völgyben, itt ahol ezek a fák vannak, itt van az indián kert, és aztán ez itt a platópont. Ott lent pedig, hát most nem látni, csak én tudom, hogy ott van, tehát ott van lent a Colorado folyó. Igen, itt még jobban látni, ugye itt megy, ahol ezeket a zöldeket látjátok, itt van víz, és akkor itt megyünk le, szépen az ösvényen, ott van lent a folyó, amit innen nem látni, ez pedig a platópont. Igen, itt is láthatjuk, ahogy megyünk. Ja, hát igen, hogyha valaki szeretné, akkor összvérrel is le lehet menni. Még annyit a túrával kapcsolatban, hogyha ugyanazon az ösvényen megyünk le és vissza, akkor a távolság az 24 km, a szintkülönbség az 1300 méter. Hogyha különböző ösvényt veszünk igényben, akkor 27 km lesz és 1500 méter a szintkülönbség, mivel ott magasabbról indulunk. Aztán van olyan is, vannak, akik azt csinálják, hogy átkelnek, tehát mondjuk az északi peremen elindulnak, és aztán följönnek a délin, amit ugye egy nap alatt megcsinálni az eléggé combos vállalkozás, annál is inkább, mert vinni kell sátrat, minden felszerelést magunkkal. Lehet aludni a kanyon aljában is, de ott eléggé korlátozott a férőhelyek száma, nehéz szállást szerezni. Persze sátros szállás. Na és ugye őszvér, hát őszvérrel ugye valamivel kényelmesebb, mint a gyaloglás, de lassabb, és hát akkor ilyen vezetőkkel tudunk menni, mint például itt a képen láthatjuk, ők ilyen, na, tehát ők ilyen helyi vezetők. És aztán, amikor leérünk, ugye itt van a folyó, ilyenkor tavasszal ilyen szép, tiszta a vize, aztán ősszel a sok hordaléktól így ilyen sárgás-barnává válik. Igen, itt lent a kanyon aljában láthatunk két hidat, amelyek ugye a Phantom Ranch nevezetű helyhez vezetnek át.
Aztán pedig, amikor lent vagyunk, akkor megmártózhatunk a folyóba, vagy a folyó tápláló egyik patakban, mint itt a képen láthatjuk, a nagy melegben azért jól esik így felüdülni a hideg vízben. Na és a következő kép, igen, ez egy jó pofa, ugye ez arra figyelmeztet, hogy hát a környéken ugye találkozhatunk, tehát figyeljünk oda a csörgőkígyókra, gyíkokra, pókokra, százlábúakra, skorpiókra, és így tovább. Köszönjük a menedzsment. Egy szóval lehetnek itt veszélyes állatok ezen a sivatagos területen. Egyébként csörgőkígyóval többször is találkoztunk, például a Bryce kanyonban, hiszem az Arches-ben is volt egyszer rá példa, és itt a Grand Canyonban én eddig háromszor találkoztam csörgőkígyóval, de ugye ez egy korrekt állat, ő előre szól. És csak ugyan, én úgy vettem észre mind a háromszor a csörgőkígyót, hogy először hallottam a csörgést, és utána kerestem, és úgy láttam meg magát a kígyót. Hogyha békén hagyjuk, ő is békén hagy, tehát és például az egyiket láttam, és akkor szerettem, mentem közelebb hozzá, ő meg ment be a bokrok közé. Na és miután kitúráztuk magunkat a Grand Canyonban, irány Las Vegas. Ja, megint csak ilyen, ezek nekem nagyon tetszenek, ezek a végtelen tájak, hatalmas kék ég, bárányfelhőkkel. No, és ahogy megyünk Las Vegasban, útközben rátérünk a legendás 66-os útnak egy szakaszára, az autópályával nagyjából párhuzamosan. Ugye ez a legendás út valamikor Chicagótól Los Angelesig vezetett, de aztán a klasszikus útnak egy részét beépítették autópályákba, egy részét felverte a gaz, és van néhány szakasz, amely mind a mai napig autózható, mint itt a képen is láthatjuk. És aztán megállunk Seligman városában, ez egy ilyen 66-os nosztalgia város, ugye abból él, hogy ide jönnek az emberek, és akkor szuveníreket vásárolnak, fogyasztanak, lehet itt mindenféle szuvenírt vásárolni, meg ilyen jópofa autókat fotózni. Meg megállunk egy benzinkútnál, ez a Hackberry nevű kisváros mellett van, ez is ilyen, mondjuk így nosztalgia benzinkút, itt ilyen régi italautomatákat, persze tankolni nem lehet, láthatunk motorosokat is természetesen, nekik ez ilyen nagyon, nagyon szeretnek így motorral végigmenni. Igen, itt is. Ő nem egy igazi indián, csak egy bábú. Aztán, igen, itt ilyen régi autóknak a modelljei, mi ez, roncsai. Jobb oldalt érdemes azt a piszoárt megfigyelni. Igen, ilyen hot rod. Még egy jó pár éve készült ez a fotó, most már nincs ott ez az autó. És aztán Las Vegas előtt még megállunk a Hoover gátnál, amelyet egy hatalmas, impozáns építmény, mint a képen is láthatjuk, és akkor itt teszünk egy rövid megállót, sétálunk a gáton, majd kimegyünk ide a képen látható viaduktra, ahonnan az előző fotó is készült. Ugye az innen nem messze található Las Vegas többek között a gát építésének is köszönheti felvirágzását, amikor az itt dolgozók Vegasban költötték el a pénzüket. És megérkezünk a városba, amely soha nem alszik, bár ezt New Yorkról is szokták mondani. Ugye ez a szerencsejátékok fővárosa, ahol egy éjszakát fogunk eltölteni. Amikor először voltam itt, akkor az első érzésem az volt, hogy ezt a gics parádét be kéne dózerolni a sivatagba. De végül is nem olyan rossz ötlet, hogy itt egy helyen összegyűlik mindenki, aki ki akarja próbálni a szerencséjét, vagy ilyen vegaszi stílusú szórakozásra vágyik. Itt aztán van mindenféle szórakozási lehetőség, lehet paintballozni, mindenféle fegyverekben lövöldözni, a Forma 1-es autót vezetni, nem tudom, hullámvasút, szóval rengeteg minden van, kirándulások így a környéken, és így tovább. Az biztos, hogy nagyon energikus város. Ugye van Eiffel-torony, igen, itt az előző képen itt lát, ja, de ez itt az Eiffel-torony, akkor van itt Kis-Velence, lehet gondolázni, van New York, New York, ugye itt láthatjátok a képen Szabadságszoborra, Brooklyn híddal, és így tovább, tehát nagyon-nagyon-nagyon kemény.
Mi itt a Strippen, vagyis a Las Vegas Boulevardon szoktunk megszállni, annak is a déli részén, ott, ahol a leghíresebb kaszinók találhatók, mint az Excalibur, New York, New York, Bellagio, Caesars Palace, vagy a Flamingo, amelyik Las Vegasnak az első kaszinója volt, ugye az épült fel itt elsőnek, még Bugsy Siegel, a híres gangster építette. Na igen, itt láthatjuk az Excalibur, itt mutatom. Általában itt szoktunk megszállni. Hát nem fűzök hozzá kommentárt, mindegy. A szobák azok ilyen standard, normális kétágyas fürdőszobás szobák, és vele szembe pedig itt van a New York, New York, ugye itt van a szabadságszobor, itt nem látni, de itt van a Brooklyn Híd, ezzel szembe van az MGM, a David Copperfield is sok éven keresztül föllépett. Ez pedig ugye egy, mit akartam mondani, na ez a szállodának a hallja, tele mindenféle játékautomatával, rulett, meg mindenféle szerencsejáték van itt. Ez nagyon durva, hogy itt az utcán sétálva, ugye látod az Eiffel-tornyot, Kis-Velencét, aztán van olyan, hogy kitör egy tűzhányó az utcán, aztán két kalózhajó, amint összecsapnak, szóval nagyon-nagyon érdekes. Na, jut eszembe még egy érdekesség az USA-val kapcsolatban, hogy a boltokban, ugye mondtam, hogy majd megállunk vásárolni, ugye fűzé kaját, és a boltokban nettó árak vannak feltüntetve. Ezekre az árakra ugye rájön még mindenféle adó, ami ugye államonként és árucikkenként változó. Van, amire van áfa, van, amire nincs. Az egyik államban ennyi az adó, másikban amennyi, és így tovább. Vagyis a pénztárnál többet fogunk fizetni, mint amennyi az árcédulán van. Kivétel az üzemanyag, a benzinkutaknál bruttó ár van feltüntetve. Nem tudom, miért van ez így, kérdeztem a helyieket, akik csak néztek, és azt mondták, hogy ők már megszokták. Én meg arra jutottam magamban, hogy lehet, hogy az a cél, hogy az emberekben valamilyen módon így lecsapódjon, tudatosuljon, hogy mennyi adót fizetnek az állambácsinak, amikor vásárolnak. No, és aztán Las Vegas, igen, ez itt a New York, New York, itt egyébként van egy tök jó hullámvasút, ott hátul láthatjátok, azt érdemes kipróbálni mindenképp. Megint csak az Excalibur, ja igen, itt még nézzétek a gyalog átkelést, meg úgy oldják meg, hogy mozgó lépcső vezet föl ide a felüljáróra, tehát mozgó lépcső. És akkor Las Vegasban, ugye a következő nap reggel, aki csak az alapprogramon vesz részt, azok kimennek a reptérre, vagy kiviszem őket, attól függ, hogy jön ki, csak a hazaindulnak. A többiekkel pedig indulás a földünk egyik legforróbb és legérdekesebb helyére, a Halál völgyébe. Útközben megállunk egy benzinkútnál, itt a képen láthatjuk, hogy az úgynevezett 51-es körzet előtti utolsó szervizelési, meg nem tudom, ilyen tankolási lehetőség. Ugye az 51-es körzet, gondolom hallottatok róla, ez ilyen szuper titkos körzet, ezért írnak róla mindenhol a Facebookon, annyira titkos, itt van, ahol ilyen földön kívülieket tartanak fogságban, meg boncolják őket, meg minden egyéb titkos műveletek. Aztán tavaly vagy tavaly előtt meg is akarták ostromolni, de aztán szerencsére nem próbálkoztak ezzel. No, és akkor elhagyjuk Nevadát, és megérkezünk ugye a Halál völgyébe, Kaliforniában. Ez a legszárazabb és legforróbb amerikai nemzeti park. Itt található Észak-Amerika legalacsonyabb pontja, Badwater Basin, 86 méterrel tengerszint alatt. Ugye 1849-ben kapta a nevét, amikor a Kalifornia aranyláz idején bevándorlók erre jártak, eltévedtek és majdnem odavesztek a völgyben. A parknak a területe több mint 13.500 négyzetkilométer, vagyis nagyobb, mint Pest és Fejér megye együttvéve. Egyébként az USA nemzeti parkjai közül a Halálvölgy az ötödik legnagyobb. A négy legnagyobb USA nemzeti park az mind Alaszkában található. Nos, a Halálvölgye Nemzeti Parkban ugye vannak hegységek, maga a Halálvölgye, homokdűnék, és így tovább. A legmagasabb pontja egyébként 3366 méter magasan van tengerszint fölött. A legalacsonyabb pontja, mint mondtam, pedig mínusz 86. Igen, és itt is láthatunk egy tipikus Halálvölgye képet. Itt van, igen, majd látni fogjuk, mindegy.
Na, ez pedig, hát igen, ezt a képet a látogatóközpontban fotóztam, és hát az itt tartózkodás, pontosabban túrázás veszélyeire figyelmeztet, hát eléggé szemléletesen. Mint mondtam, ez az USA a legmelegebb pontja, de Földünkön is a legmelegebbek közé tartozik. Egyszer plusz 51 volt, amikor erre jártunk, de az ilyen 45-50 fok közötti a szokásos, így május végén, június elején. Amikor megérkezünk, először fölmegyünk a Dante csúcsra, ami 1670 méter tengerszint felett, és itt kellemes 20 fok körüli hőmérséklet vár minket, szellő is fújdogál, és onnan ez a kilátás tárul a szemünk elé, amit itt a képen láthattok. Ez maga a halál völgye, ami ugye a Nemzeti Parknak egy viszonylag kis részét foglalja el. Aztán innen autóval megyünk tovább, megállunk a fő látnivalóknál, azokat megnézzük, aztán haladunk tovább. Ez itt a Zabriskie Point érdekes formái, ugye, ami Antonioni-nak a filmjében is szerepelt ez a táj. Aztán tovább ilyen, igen, megint csak a Zabriskie Point, és aztán ilyen holdbéli tájon autózunk tovább. Ez itt az úgynevezett 20 Mule Canyon, és ilyen földúton zögykölődünk végig a forróságban. Igen. Igen, ez pedig a Badwater Basin, ugye 86 méterre a tengerszint alatt. Hát itt volt egyszer az, hogy az egyik utas úgy szállt vissza az autóba, hogy azt mondta, hogy csak egyszer jussunk ki innen. Hát tény, hogy nem egy barátságos vidék, de megvan a maga varázsa, nekem így bejön. Ez pedig itt egy préri farkas, de több préri farkat is lehet látni az út mellett, ahogy úgy szomorúan néznek, és így módon kaját koldulnak az erre járó turistáktól. És természetesen megállunk a homokdűnéknél is, és aztán pedig több hegyláncon is átkelve. Mert is homokdűnék, itt a lányok ilyen portfóliófotókat készítenek. És aztán pedig lassan elhagyjuk a halál völgyét. Régebben még volt olyan, hogy itt szálltunk meg a Nemzeti Parkban, de egyszer akkora hőség volt, hogy lezárták a kempingeket, ugyanis éjfélre ilyen 30 fokot mondtak, 30-35-öt, és ezért nem tudtunk kempingezni. Úgyhogy most már azt csináljuk, hogy egy nap alatt így megnézzük ugye a fő látnivalókat, és aztán megcélozzuk a Sierra Nevada hegységet, amit itt láthattok a képen, és annak a lábánál éjszakázunk. Sokkal kellemesebb hőfokon, egy olyan kempingben, ahol még medence is van, még mosoda kisbolt, és így tovább, és nincs forróság. No, és aztán innen, ez ugye már a hosszabbítás, innen irány a Yosemite Nemzeti Park, a Sierra Nevada nyugati lejtőin. De előtte megállunk még egy rövid szünetre a Mono-tónál útközben. Ez egy lefolyástalan tó, így nagyon sós a vize, és itt ilyen nagyon szép látványos ilyen tufa alakzatokat láthatunk a vízben. És aztán autózunk tovább. Az autózásról jut eszembe még annyi, hogy ugye ezen a napon is viszonylag sokat autózunk, és nekem eddig USA-ban kétszer volt, hogy rendőr megállított. Egyébként, ha az idióta filmes sztereotípiákból indulunk ki, akkor egy ilyen úton minimum egy pszichopata tömeggyilkossal, meg két idióta rendőrrel kell találkoznunk, meg néhány ámokfutóval, de nem, tök barátságosak az emberek, a rendőrök is jó fejek, legalábbis akivel nekem sikerült így beszélgetnem, úgyhogy semmi panasz. Na, de egyszer, tehát az volt, hogy itt a halál völgyében nem álltam meg a stop táblánál, és hát szemből jött a rendőr, és naná, hogy megállított rögtön, és akkor mondtam neki, hogy oké, igen, stop tábla, és mondta, hogy igen, meg az utasok nincsenek becsatolva, és akkor a végén jó fej volt, mert mondta, hogy akkor a stop táblát elfelejtette, csak a biztonsági övért kell fizetni. Kérdeztem, hogy mennyi, mondta, hogy nem tudja, majd a bíró eldönti. És így történt, a bíróság eldöntötte, és küldte nekem Budapestre az ítéletet, hogy 130 dollár, amit vagy befizetek, vagy leülöm, vagy megfellebbezem. Mondom, sem kell, hogy befizettem. A másik sztori meg az volt, amikor túravezető kollégáimmal mentünk, ők egy másik városba érkeztek repülővel, én oda mentem értük, fölvettem, és szóval eléggé késő este már majdnem a szálláson voltunk, amikor megállított a rendőr.
és akkor mondja, hogy hát ott egy 20-as tábla volt, én meg 40-nel mentem, már mérföldbe. Hát mondtam, hogy simán lehet, mert nem láttam a táblát, és akkor elkérte ugye a jogosítványt, megnézte, bevilágított az autóba, és beszólt a rádiójába, hogy negatív. Gondolom a kollégáknak a központba, hogy akkor nem kell erősítés, minden rendben van. Ez az eléggé kemény. Na mindegy, és utána kérdezte, hogy hova megyünk, mutattam, hogy ott a szállás, oda megyünk a szállodába, és nézegetett, aztán mondta, hogy jó, akkor sok szerencsét, és vigyázzunk magunkra, ennyi. No, de az a negatív, az érdekes volt. Na, tehát, mint mondtam, átkelünk a Sierra Nevada-n, és íme, ez itt a Yosemite völgy, amit egy gletszer vájt bele ebbe a alapvetően gránitból álló sziklába. Ugye ezen alapon így kora délután érkezünk, és akkor felülről nézzük meg a völgyet, aztán leereszkedünk, a másik oldalon pedig egy szép ilyen naplemente néző pontról, ugye több is van, és akkor az egyikről így megnézzük, így be lehet látni a völgybe, és akkor ilyen látvány tárul a szemünk elé, ugye, hogyha tavasszal, ősszel már ezek a vízesések általában ki vannak száradva. Oké, és a következő nap reggel pedig mamutfenyőkkel kezdünk. Ugye hát a legtöbb hegyi mamutfenyő az innen légvonalban kb. 200 km-re található Sequoia Nemzeti Parkban található, de itt a Yosemite-ben is van több hegyi mamutfenyő populáció. Ha jól tudom, itt van a legöregebb is, ami 3200 éves, 93 méter magas és 9 méter átmérőjű. Tehát nem kicsi fákról van szó, és hát itt a képen láthatjuk, hogy régebben nem nagyon törődtek a környezetvédelemmel, és simán alagutat vájtak bele, aztán hát szegény el is pusztult. Ez magától pusztult el, ez a fa, ugye kidőlt, itt tök jó, mert be lehet mászni a törzsébe, és a másik oldalon kibújni. Itt pedig hát láthatjuk a méreteket, itt van egy ember, és hogy mellette mekkora ez a fa, illetve igen, én is itt, ahogy elbújtam. Itt nagyon jól látható, hogy milyen vastag a kérge, ilyen puha szivacsos kérge van, ami megvédi az erdő tűztől, ami egyébként kell a szaporodáshoz, mert a hő hatására kinyílnak a tobozok, és akkor a magvak kiesnek, ami aztán ugye az állatok tovább viszik, és így tovább. No, tehát ezek a mamutfenyők. Egyébként Magyarországon is van néhány mamutfenyő, például Budakeszin, de persze nem ekkorák. Aztán ez itt a Yosemite vízes, és ugye fönt a nagy, lent pedig a kicsi. És aztán ugye két, itt is ugye több lehetőségünk van túrázásra. Hát az egyik, hogy simán a völgy aljában mászkálunk, itt is vannak ilyen ingyenes buszok, amikkel lehet menni egyik ponttal a másikig. Csak az egyik túra, amit javasolni szoktam, az fölvisz két vízeséshez, egy ilyen jól kiépített túraösvény, és akkor itt van az alsó vízesés, akár fürdeni is lehet benne, hogyha valaki szeretne. Ez pedig már, valahogy megkeveredtek a képek. Na mindegy, tehát ez az egyik túra, a másik túra pedig, hogyha visszamegyünk, föl lehet menni akár ide a nagy vízesés tetejéhez, de ez ugye sokkal, tehát ez egy nehéz és hosszú túra, ezért inkább ezt a könnyebb két vízeséses túrát javaslom, ami nem kevésbé látványos. És a nap végét pedig az úgynevezett gletszer ponton várjuk be, ahonnan szinte az egész völgyet be lehet látni, de inkább a keleti felét, ahogy így a lábunk előtt elterül. És itt bal oldalt, tehát az úgynevezett Half Dome, ami egy nagyon híres sziklaformáció. Mi történt? Itt megkeveredtek a képek, ez megint csak mamutfenyők. Na igen, itt pedig anyamedve a bocsával, itt egyszer sikerült medvét látnom, Yosemite-be sikerült is lefotóznom. Egyébként a medve, amint érzékelte, hogy ott vagyunk, elindult az erdőbe, és vitte magával két bocsot, kettő volt neki. Egyébként egy ranger parkőr azt mondta nekem, hogy a medve az alapvetően fél az embertől, tehát csak akkor támad, ha megzavarjuk váratlanul, vagy éhes, vagy a kicsinyét védi, vagy ezeknek a különböző kombinációja. Ugye a szarvast is láthatunk. Egyébként a Grand Canyonban, a kempingben simán mászkálnak a szarvasok, tehát napközben is, de leginkább reggel. Na, ez pedig megint csak egy híres sziklája a Yosemite-nek, az El Capitan, ami 1000 méter magas.
tehát nem tengerszint fölött, hanem magának a sziklának a magassága 1000 méter, 1 kilométer, nagyon durva. 2 évvel ezelőtt egy sziklamászó az egyik legnehezebb útvonalon megmászta minden biztosítás nélkül. Gondolom, hallottatok róla. Na igen, ez meg a Half Dome. És akkor igen, itt van a naplemente nézőpont, itt van a Half Dome, amire szintén föl lehetne túrázni, de oda külön engedély kell, meg rengetegen mennek, tehát az engedélyt megkapni is nagyon macerás. Így, igen, itt bal vagy jobb oldalt láthatjuk a kilátópontot, és akkor onnan így benézünk. És ez pedig egy panorámafotó így a völgyről. Hát itt a elkapitant nem látni, itt bal oldalt, itt van a nagyvízesés, kisvízesés, sziklák, Half Dome. És akkor ez így a Yosemite Nemzeti Park, és innen már indulunk tovább utunk végéhez, ami pedig San Francisco. Ugye, a San Francisco-öböl partján, ott van egy félsziget, és annak a csúcsán található maga San Francisco városa, és akkor vannak körülötte Oakland, San Jose, meg egyéb városok, tehát az összes elővárossal nevezük így együtt, majdnem 8 millió ember él itt, és San Francisco ugye, mint mondtam, egy félsziget északi részén található, mint ahol a Golden Gate híd is, és ez így a New York után a legsűrűbben lakott nagyváros az Amerikai Egyesült Államokban. Kaliforniának a negyedik legnagyobb városa, és USA-nak a 13. legnépesebb. És egyébként a 33. a világ 100 leglátogatottabb városa közül. Híres ugye a hűvös nyári ködökről, meredek dombokról, aztán a régi viktoriánus kori és modern építészet az eklektikus keveredéséről, és hát vannak jelképei, mint a Golden Gate híd, az Alcatraz, a Twin Peaks, Transamerica piramid, meg hát ugye a híres kábelvasúta vagy villamos. Na, megérkezünk, elfoglaljuk a szállásunkat, és aztán fölmegyünk a Twin Peaks-re, és onnan készült ez a fotó, amikor így a város így a lábunk előtt van. Itt egyébként a képen mutatom, itt bal oldalt, na ez itt Alcatraz. Na, azt hiszem ez itt Alcatraz. Na mindegy. Jó, és aztán pedig lemegyünk a városba, és így a legérdekesebb látnivalókat megnézzük, célba vesszük elsősorban a város egy talán leghíresebb szimbólumát, ez a Golden Gate híd, amin természetesen átautózunk, és így aztán onnan az öböl túloldaláról is megnézzük a várost. Utána lemegyünk a kikötőbe, ott teszünk egy rövid sétát, ahol ilyen barátságos ide szokott oroszlánfókákat is láthatunk, akik itt héderelnek, néha pankrációt is rendeznek egymás között, és aztán következik a város központ, a Union Square, tehát és akkor ott sétálunk egyet, és természetesen van lehetőség kipróbálni ezt a híres San Franciscói villamost, ahogy itt a képen is láthatjuk. Igen. Itt az egyik végállomás, ez a Powell Streetnél a végállomás, ahogy itt látjátok, hogy kézi erővel forgatják be menetirányba a villamost. És aztán következik a világ egyik legmeredekebb utcája, ami ugye nem csak meredek, hanem nagyon szép is, így a sok növénynek köszönhetően. És akkor ez San Francisco, itt még mászkálunk egy kicsit, aztán a következő nap pedig a repülőgép indulásának függvényében kimegyünk a reptérre, és megkezdjük a hazautazásunkat. Nos, hát ugye ez egy embert próbáló hosszú utazás, ugye nagyon sok időt töltünk el autóban, nomád körülmények között, ugye nagyon nagy fokú a hőingás, ugye tehát vagyunk, akár még hó is lehet, meg 35 fok, de akár egy napon belül is nagyfokú hőingás. De mindezen nehézségek ellenére, mondom, nekem nagyon bejön ez az út, tehát aki megteheti, annak én mindenképp javaslom, hogy jöjjön el és nézze meg saját szemével ezeket a csodálatos látnivalókat, amelyeknek a szépségét az itt bemutatott képek csak nagyon kismértékben tudják bemutatni.
Nos, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, akkor most mindjárt megnézem, hogy vannak-e kommentek. Egyébként, hogyha valakinek nem sikerült az elején becsatlakozni, és szeretné megnézni, akkor ez az Eupolis Facebook oldalán egy pár perc múlva ez az előadás ott lesz, és akkor vissza lehet nézni, vagy hogyha valamit nem értettetek, még egyszer meg akarjátok nézni, vagy akármi. És hogyha bármi kérdés fölmerül ezzel az úttal kapcsolatban, vagy bármilyen úttal kapcsolatban, amit én vezetek, akkor nyugodtan írjatok rám, az Eupolis oldalán ott van az elérhetőségem, és akkor tudtok nekem e-mailt írni, és akkor válaszolni fogok. Nos, akkor köszönöm a figyelmet, és akkor jövő héten szerdán folytatás következik. Na, akkor nézem a kommenteket. Azt mondja, hogy milyen árban van egy ilyen túra. Hát nem olcsó mulatság, ugye, ha jól emlékszem, mindjárt megnézem, hogy milyen kommentek vannak még. Mondja, akadozik, nagyon szuper, csoda természet, nagyon szép. Jipek. Egy pillanat. Itt voltam, egy pillanat, jók lehetnek az indiánok, igen. Sátrazásról lehet kérdezni, igen, lehet kérdezni, de akkor szerintem írásban úgy jobb, és akkor válaszolok. Legszebb hely, Yosemite szebb. Hát igen, az nehéz, hogy igen, hogy mikor na, hogy melyik a legszebb része ennek az útnak, hát ez teljesen szubjektív. Akkor, hogy mikor szerveztek ide utat? Hát de mindig május második felében szoktunk menni, tehát május vége, június eleje ez az út. Úgy. Mert akkor a sivatagos részeken nincsen olyan iszonyat meleg, mint mondjuk júliusban vagy augusztusban. A izéken viszont, ahol magas van és hűvös, ott nincs már annyira hideg, mint mondjuk május elején. Valamint júliusban, augusztusban, akkor ugye akkor vannak a tanítási szünet, meg akkor mennek el leginkább szabadságra az emberek, tehát akkor sokkal több az ember egy június második fele, július augusztusban, ezért van ez az időpont. Akkor igen, hogy egy gallon víz minimum legyen nálad, ellenőrzik. Egyébként nem tudom, hogy Grand Canyonra vonatkozik, de nem ellenőrzik. Ki van írva, hogy meg ne próbáld egy nap alatt lemenni és visszajönni, de mondtam, hogy ez megoldható, csak ki van írva, hogy minimum egy gallont vigyél magaddal. Azt mondja fel, de igen, egy gallon 4 liter, csak ugyan. Ugye 3 évig vacilláltam, beváltam a sátrat, tök jó volt, igen. Szakadozik a hang, bocsánat. Spanyolországban jó az adás. Azt mondja, fülhallgató, nem nézitek. Bocsánat, mindjárt csak itt végig görgetem, mert itt a kommentekben az jelenik meg, hogy XY nézi, blablabla. Igen. És így kérdéseket, azokat keresem. Jó volt újra nézni, igen, csodálatos út, köszönöm szépen, tényleg fantasztikus út, már számomra az egyik legfárasztó butam, mert ugye autót is kell vezetnem, azt mondja, hogy 14-szer kell sátrat bontani, állítani, hányszor áztok el átlagban? Átlagban egyszer ázunk el, tehát így, hát itt van olyan, hogy egyáltalán nem ázunk el, a max az 2 volt, tehát hogy 2-szer kaptunk esőt. Az Ausztrália is visszanézhető még, igen. Tehát az összes előadásunk, amit itt szerdánként csinálunk, azt vissza lehet nézni, tehát az Eupolisnak a Facebook oldalán, ott a videók között, hogyha oda mentek, akkor ott van az összes ilyen előadásunk. Szóval idén májusban kizárt az USA-ba a turistaút, hát sajnos egyet kell, hogy értsek, nem hiszem, hogy idén sikerül elmennünk. Jó, és akkor milyen kérdés volt? Ja, igen, hogy
hogy mennyibe kóstál egy ilyen út. Ugye hát az alapprogram az nálunk 530 ezer forint, és akkor erre jön rá még 170 ezer forint a hosszabbítás, ugye a honlapunkon rajta van, tehát ez ugye, mondja, ez mennyi lesz, ez 6, ez 700 ezer plusz a repülőjegy, hát az alsó hangon 200, de inkább 250. Ugye akkor már vagyunk majdnem 1 milliónál, meg ugye a költőpénz, tehát amit végül is kajára meg szuvenírekre költötök, mert a nemzeti parkos belépők azok benne vannak az árban, akkor vannak ezek a state parkok, meg ugye az indián területek, ott ugye azoknak a belépő nincs benne az árba, ott az egyetlen nagyobb kiadás az az Antilop kanyon, ami emlékeim szerint 50 dollár körül van, mindkettő 50, illetve 65 dollár, de fönt van a honlapon, ott a tudnivalókban, hogy mire lehet számítani. Ezt ugye évről évre emelik az indiánok ott a belépő árat, tehát az egy nagyobb kiadás így belépők tekintetében, aztán kész. A többi ilyen state parkban ilyen 1-2 dollár a belépő, mert autóra számolják, egy autóba többen vagyunk, elosztjuk egymás között és kész. A nemzeti parkos belépők pedig benne vannak az út árában. Tehát magyarul kajára meg szuvenírre, a kaja az pedig hát valamivel drágább, mint Magyarországon, egy olyan 20-30 százalék, inkább 30%-kal. Mármint, hogyha boltban veszitek, az étterem az megint ugye más tészta, és akkor lehet számolni. Tehát 1 millió fölött van valami, így hogyha az egészet összeadjuk. No, és akkor nézem. Jó, hát akkor ennyi. Jó, akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és mint említettem, akkor küldjétek a kérdéseket, hogyha vannak. Minden jót, a legjobbakat.